Sok őrült és hajmeresztő vállalkozás van a Földön, amikor elképesztő emberi és gépi teljesítmények kellenek ahhoz, hogy a cél elérhető legyen. Ezek egyike a Budapest-Bamako Rally, amelyen bicskei színekben versenyző páros is lesz a Mikolisz testvérek révén. Honnan jött ennek az ötletem? Így van, ez a Budapest-Bamako Rally nem az én fejemből pattant ki, tehát ezt sajnálom, hogy nem nekem jutott eszembe. Van egy nagyon jó barátom, akit Szarka Szabolcsnak hívnak. Van egy baráti társaságunk, akivel szoktunk minden évben kiruccanni valóban tavasszal, és fölmerült az ötlet, hogy most ne egy közeli országba menjünk el egyet pihenni, hanem legyen nagyobb volumenű a dolog, és próbáljuk meg ezt a Budapest-Bamako rallit megcsinálni így együtt. Alapvetően 4-5-en lettünk volna benne a történetbe, aztán szép lassan elkezdett mindenki lemorzsolódni, hiszen családos emberekről beszélünk, olyan munkájuk van, nem tudják elengedni őket, vagy nem rendelkeznek azzal az egzisztenciával, ami ezt kell egy ilyen versenyhez. Úgyhogy a legvégén ott maradtam, hogy akkor egyedül indulnék neki, és ekkor jött a testvérem, akit igazándiból nem kellett győzködni, ő ajánlotta föl, hogy ő nagyon szívesen eljönne velem. Amúgy is egy világlátott ember, nagyon jó kapcsolat van közöttünk, 100%-ig megbízok benne, úgyhogy így alakult, hogy ketten fogunk menni. Ami egyébként nem akkora baj, mert hát, hogyha a mögöttem lévő autót nézzük, és számba veszem azt, hogy mennyi felszerelést, esetleg pótalkatrészt, illetve ellátmányt kell vinnünk magunkkal, ez az autó kicsi. Úgyhogy kettőnknek pont elég, úgyhogy az utastér hátul az teljesen raktérnek van kialakítva, ezt majd megmutatom, illetve ahogy látható tetején van egy tetőbox, ami egy egyedi gyártású, csak erre az autóra készült box, ami szintén meg lesz pakolva ellátmánnyal, amire szükségünk lesz az út során. Laci, mutassuk be ezt a versenyt. Ugye sokan tudják, létezik Párizs-Dakar, ugye a sivatagban, de most már ugye jó pár éve van Budapest-Bamako is. Ugye ez is Afrika, tehát ez nem titkolt cég. Európa és Afrika között azért jó pár száz, sőt ezer kilométer. Beszéljünk arról, hogy milyen útvonalon fogtok haladni, illetve hogyan, mennyi idő alatt tervezitek ezt végrehajtani ezt a versenyt? A verseny az maga, a kitalálóját Villám Gézának hívják, Bece nevén, tisztességes személy Szabó G. András. Őt ismerős lett a Danubius rádióban, mert egy időben volt ott műsora, és ő találta ki ezt jó pár évvel ezelőtt, hogy pontosan a Párizs-Dakar rally mintájára csinál egy olyan versenyt, ahol nem kell gyári háttérrel, hatalmas anyagi háttérrel rendelkezni, hanem amatőr versenyzők, kicsit kalandvágyó emberek kipróbálhatják magukat ilyen Afrika túra során, aminek az indulópontja az mindig is Budapest volt, viszont a célpontok azok változtak, mégpedig azért, mert az Afrika egy forrongó kontinens, tehát ott elég sok a polgárháború vagy a törzsi forrongások, és hát nem mindig minden útvonal járható, ebből fakadóan ezért nem egy veszélytelen vállalkozás, és most se lesz az, de nagyon nagy kihívás számunkra, és nagyon vonzó, nem csak nekem, hanem nagyon sok mindenkinek, ugyanis az Zolival beszéltük, hogy a regisztrációnál az elején, az első napnál ott kellett lenni, mert pár nap alatt betelt, tehát hogy ez korlátozott létszámmal megy, és három fő kategória van, egy versenykategória, ahol időre terepen mennek a versenyzők, van egy túra kategória, ahol ugyanazon a terepen, de már nem időre, és van egy spirit kategória, ahol jönnek a bulijárgányok, amit mondjuk a kedves nézők esetleg ismeretnek a tévéből is, ahol Skodával, Zsigurival, Trabanttal, tűzoltóautóval vagy Icarus busszal is megtették már ezt a távolságot. Ők egy kicsit más útvonalon fognak menni, ami nem a terep, de nem is európai utak, tehát azért abban is lesz kihívás. Mi a középső kategóriát választottuk, ez a túra kategória, ezért indulunk terepjáróval, mert maga a terep része érdekel, viszont nem tudjuk úgy felkészíteni az autót, azt nem engedhetjük meg magunknak, hogy mi nincs is tapasztalatunk hozzá, hogy mi 100 km/h sebességgel szágoldozzunk a terepen, ismeretlen terepen. Hát igen, itt van mögöttetek ez a terepjáró, mondjál róla pár gondolatot. Ugye ránézünk és azt mondjuk, oké, Jeep, rendben van, én azt gondolom, hogy terepre tökéletesen alkalmas, de hát rengeteg átalakítást igényel ez a indulás. Így van, aki ért az autókhoz, az tudja, hogy vannak terepjárók, meg utcai terepjárók, városi terepjárók, ez terepjáró. A Jeep szó az sokak fejében szinoníma a terepjáróval, de alapvetően a Jeep márkából indul a terepjáró.
ez egy amerikai gyártású autó, Mercedes motor van benne, 2800 cc-s dízel motor, eredetileg 160 lóerős volt, most már 200-220 körül van. Rendesen, terepváltóval, felezővel, hát tényleg ez egy terepre teremtett járgány. Évjáratát tekintve ez 2003-as, és egy véletlen folyamán került hozzám, túl jó állapotban volt, és túl jól nézett ki ahhoz, hogy ne vegyem meg. Úgyhogy így került hozzánk az autó, és hogy milyen átalakítások lesznek rajta. Hát első körben most egy két fázisban fog történni az átalakítás. Az első az egy belső átalakítás. Belekerült a kialakításra került a hátsó részben a raktér. Ez egy kétszintes raktér lesz, speciálisan ide tervezett dobozoknak, tehát ez már megvan, ezt majd megmutatom. Illetve fölkerült a tetejére ez a tetőbox, beszerelésre került a CB rádió, a navigációs rendszer beépítése lesz még most. Mi van még, amit most terveztünk bele? Speciális emelőszerkezet. Emelőszerkezet. Az a következő fázis lesz, azt már egy autószerelő barátom fogja megvalósítani. Az autónak kap 5 centi emelést, ez azért szükséges, mert nagyon-nagyon sok dolog fog belekerülni, ami a súlyát lefelé fogja nyomni. Tehát most is egy jó kiállású, markáns autó, de hogyha belekerül a súly, akkor ez le fog esni, úgyhogy most kap egy 5 centi emelést, kap rendes terepgumikat, ezek is megvannak már, illetve kap kiegészítő világításokat, és majd még ami eszünkbe jut, illetve motorikusan igen, új turbót kap, alulra haspáncélt, ami a kősivatagban a felütődések ellen védi mind a váltót, mind a motort, mert az könnyen tud sérülni. Tehát azért ez sem elnyűhetetlen. Üzemanyagrendszer, szűrő. Igen. Viszünk magunkkal kiegészítő alkatrészeket, folyadékokat, tehát levegőszűrőt, fékfolyadékot, motorolajat, mindent, amire szükség lehet, de a cél az az, hogy az autó úgy induljon el, hogy ne kelljen vele foglalkozni. De ha kell, akkor meg fogjuk oldani azt is. Rendelkezünk már egy CB rádióval, ami a kapcsolattartás szempontjából fontos lesz. Ide fog kerülni egy navigációs egység a rádió elé, ami tulajdonképpen egy tablet lesz, és kétfajta térkép lesz rajta. A kétfajta navigációs rendszer lesz rajta, az egyik az műholdas térképet tud mutatni, a másik meg műholdas térképet, de kombinálja már a műholdas képekkel, ugyanis hát Afrikában azért olyan emberek tapasztalatait használjuk föl, akik már meséltek, hogy jártak olyan faluba, hogy van kb. 10 ház, de van 30 kivezető ösvény. És ösvényről beszélünk, nincsenek útjelzőtáblák, és nem mindegy, hogy az ember melyiken indul el, tehát több órát lehet elvesztegetni azzal, hogyha rossz felé megyünk. Úgyhogy itt lesz a navigációs rendszer, hogy mindeketten lássuk a testvéremmel. Viszünk magunkkal egy műholdas telefont a végszükség esetére. Alapvetően a pótalkatrészek, az ellátmány, az élelmiszer és minden egyéb adománynak a tárolása az ezekben a dobozokban fog történni. Ezért lett kialakítva ez a belső rakodótér. Ide fognak kerülni a nehezebb dolgok, hiszen fontos, hogy az autó súlypontja az minél lejjebb legyen. A tetejére fognak majd kerülni a könnyebb dolgok, és itt hátul lesz még kialakítva három üzemanyagkannának hely, ugyanis az üzemanyagellátás az nem annyira megoldott ott Afrikában, tehát kiszámolva az autó napi fogyasztását, teli tankkal, hogy mennyit tudunk magunkkal vinni, résztartalékként mindenképpen viszünk pótüzemanyagot, ha felhasználjuk, ha nem, az a lényeg, hogy legyen ott, hogy ebből ne lehessen probléma. Hát nem egy hétnapos verseny egyrészt, hanem kb. Majdnem 3 hét, másrészt viszont fizikai igénybevételt is jelent, ami azt jelenti, hogy ilyen napi 5-600 kilométereket kell levezetni, és nem aszfaltúton, hanem terepen, majd pedig nagyon rossz minőség aszfaltúton. Ez fizikailag azt jelenti, hogy az ember az főkészülhet rá, hogy nomád körülmények között kell igénybevételnek megfelelni és teljesíteni, ugye alacsony táplálék, és tehát egy teljesen komforton kívüli időszak lesz ez, 3 héten keresztül, erre föl kell készülni fizikailag, lelkileg. Nagyjából ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy mint hogyha az ember elmenne kempingezni, és még ráadásul mondjuk egy valamilyen fizikai versenyen is, tehát futóversenyen, vagy ilyesmi benne részt egyszerre. Ez azt fogja jelenteni, naponta ilyen 10-12 órákat
jó esetben fogunk az autóba tölteni, ami azért ilyen hosszú távon nem kényelmes. Emellett hát higiéniai szempontból se lesz a legbiztatóbb az egész, ugye kezdeni itt azzal a legapetőbb dolgok, hogy mondjuk egy tisztálkodás, egy toalett, ilyesmi, az abszolút nem megoldott. Az élelmiszer pedig az úgy működik, hogy ugye amit ott az ember magának talál, vagy visz magával minden. Tehát ez igénybe veszi a szervezetet. A fizikai felkészülés, az pedig egy ilyen hosszú távú erők kifejtésre kéne alapoznunk, ami azt jelenti, hogy mondjuk futás, vagy tehát egy fittséget, egy bizonyos fittséget kell elérni addigra, hogy ne legyen probléma. Ugye, mert hogyha probléma van, orvosi probléma van, akkor az ugye az egészet tulajdonképpen kezdve tudja tenni. Egésznek kezdve tud tenni. Ezért viszünk magunkat gyógyszereket is, magunk részére egyértelműen. Megpróbálunk gondolni mindent, mindenfajta általános fertőzésre, víztisztításra, például náluk vannak szúnyogok, tehát maláriát terjesztő szúnyogok, úgyhogy azért ez tényleg, hogy a öcsém is mondta, ez nem veszélytelen vállalkozás. Igen, Afrika sok ismeretlen veszélyét lehet, hogy most éppenséget testközelből fogjátok érezni. Igen. Ugye nem utolsó szempont, amikor az ember, illetve amikor rally versenyt látja a versenyzőknek a nevét, mellette ugye a vércsoport is megjelenik, ez az autó oldalán rajta szerepel majd, de említetted itt ugye ezek az egészségügyi, hiszen minden versenyt van egy egészségügyi vizsgálat. Én azt gondolom úgy, hogy nektek is akár a legutolsó magas vérnyomás is kizárók lehet, és most ez a fél év, én azt gondolom arról szól nektek, hogy vigyázni kell magatokra. Hát vigyázni kell magunkra, be kell szereznünk különböző oltásokat, amik ugye előírtak, vagy ha nem is előírtak, de javasoltak. Igen, tehát ez tulajdonképpen nevezhetjük egy 3 hetes túlélő túrának is, ami megvan technikai kihívásokkal fűszerezve. Ugye, aki látta, én azt gondolom, ezt a versenyt, tehát Afrika, Sierra Leone-ról beszélünk, ugye ott található a cél. Nem utolsó szempont az, hogy valamilyen szinten ennek a versenynek van egy karitatív jellege is. Igen. És ugye ti is készültök, hiszen a híradásokból láthatjuk ott azért ott a iskolázottság, illetve a napi élet az nem olyan, mint itt Európában. Igen, hát haladunk át. Elsősorban le kell szögezni, hogy azért az a komfort, vagy életszínvonal, az szerintem köszönő viszonyban nincsen az európaival. Talán még az első érintett ország, ami Marokkó, ott még olyan mediterrán, európai stílusú élettel lehet találkozni, de aztán onnan lejjebb már nem. Hát a turisták sem erőszkednek tovább. Szerintem nem erőszkednek tovább, ráadásul áthallunk egy-két olyan országon, ami a föld legszegényebb országai között van számon tartva, és tényleg nagyon-nagyon szegények az emberek, ezért a versenynek az egyik ilyen, hát úgy fogalmazhatni, küldetése az, hogy az ilyen szegényebb országokban lévő iskoláknak tanszereket, alapvető tanszereket, írószereket, ilyesmit, amennyit tudunk, viszünk magunkkal, mert hát nem csak mi, hanem ugye azt beszéltük, hogy 400 jelentkező körülbelül, aki indul ezen a versenyen, nem csak Magyarországról, Európa többi országából is. Most már jellemzően ugye a fele részvevő magyar, a másik fele az különböző nációból szerepel, és igen, aki tud, mindenki visz magával valami kis jelképes, vagy nem annyira jelképes segítséget az útba eső szegényebb településeken lévő gyerekeknek, jellemzően iskoláknak.